A mérkőzés első félidejében a csapat szerintem rendkívül játszott, meglepetésünkre elég agresszívan és hatékonyan védekeztünk, nagyon stabilak voltunk a védőzónába, és az első öt percben már két helyzetünk volt. Talán azt lehet mondani egy kicsit könnyedén, hogy időkérdés volt, hogy mikor szerzünk vezetést, és teljesen megérdemelten szereztük meg a vezetést az első félidőben. Két nagyon szép helyzetet alakítottunk ki, egyik Kamarás, másik pedig Göbjös asszisztjával Simon kettőt szerzett, és ezzel a két találtát tudtunk fél időre menni. Tehát még egyszer mondom, hogy nagyon elégedettek voltunk a csapat az első félidőben. Sajnos a második félidőben nem tudtunk ezt a agilitást pályára vinni, és a fél idő derekán egy szerencsés találta az ellenfél szép idején tudott. Ezzel a szépítéssel azt gondolom, hogy egy picit azért a meccs szorosabb lett, de én azt gondolom, hogy egész végig a mérkőzést kontrollt tartottuk, mi domináltunk. Nem gondolnám, hogy az ellenfél jobb volt, teljes mértékben megérdemelten nyertünk, és azt gondolom, hogy végszóra, hogy megérdemelten jutottunk tovább, hiszen ez volt a célunk, úgyhogy a csapatnak gratulálok.